Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Az Egyenes Beszédben Róna Jegont látják, és két vendéggel indítjuk a műsort az Egyenes Beszéd hagyományainak megfelelően. Általában ilyenkor viták szoktak kialakulni a műsor elején, hát most ez, én azt gondolom, nagy valószínűséggel nem így lesz. Balogh Zoltán köszöntöm, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökét, egy kamarai vezető és egy szakszervezeti vezető, Totyik Tamás, a pedagógus szakszervezet alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azért gondolom, hogy nem lesz vita, mert egy közös ügyben járnak itt nálunk, lesz egy tüntetés viszont majd hétvégén, amelyet eredetileg az egészségügyi szakdolgozók érdekében hirdettek meg, de most már önök is csatlakoztak, és hát igazából Balogh Zoltán tudja megmondani, hogy összesen hány szervezet? Hát egy olyan előre nem gondolt helyzetben vagyunk, hogy több száz szervezet csatlakozott. Ezt nem egyesével kell érteni, hanem szakszervezetekre. Magyarországon van 5 szakszervezeti konfederáció, akik egyöntetően tegnap kinyilvánították egy közös levélben, hogy valamennyien csatlakoznak, és ezen túl számos nagyon nagy markáns szakmai szakszervezetek is csatlakoztak, így a pedagógusok szakszervezete, és még néhány további szakszervezet, akik önállóan az egészségügyben, vagy más ágazatban működnek, tehát több mint 250 szakszervezetet képviselő szervezet csatlakozott, ezen túl szakmai civil szervezetek az egészségügy területéről is csatlakoztak, és ami nagyon fontos, hogy a Betegszervezetek Országos Szövetsége is csatlakozott, tehát a betegek, az ellátottak, a gondozottak, az egészségügyben foglalkoztatottakat képviselők és más ágazatok szereplői is kiállnak egy közös ügyért, az egészségügyért, és értünk szakdolgozókért, és ezúton szeretném köszönni mindenkinek, aki szolidaritást vállal a mi céljainkkal és a nagygyűlésünkkel. Mi a közös többszörös, kérdezem ezt Totyik úrtól, tehát mondhatni persze, hát az egészségügy mindannyiunk közös ügye, tehát akik ott dolgoznak, támogassuk őket, de a pedagógus szakszervezet azt hiszem nem csak ezért csatlakozik. Egy cipőben járunk az egészségüggyel, szétszakítottak bennünket, ugyanúgy, ahogy az egészségügyi dolgozókat megosztották. Önöket hogy? Itt arra gondol, azt hiszem, hogy az orvosok kaptak egy nagyon jelentős és megérdemelt béremelést, a szakdolgozókról meg elfeledkeztek. Önöknél mi történt? Hát az történt, hogy a szakképzést elvitte a Innovációs Minisztérium, az Eminél maradt a általános iskola gimnázium, és a szakgimnáziumoknak egy jelentős része. A technikumban, a szakképzésben dolgozók kaptak egy 30%-osnak ígért, de egy olyan 20-25% körüli béremelést, akik megmaradtak, azok egy 10% közötti körüli bérpótlékot kaptak. Ami bérpótlékot? Tehát bérpótlékot. Nem is az alapbér maga? Nem is az alapbér, hát odáig ment a dolog, hogy amikor ez megtörtént, akkor most egy 10 éve pályán lévő tanítónő, ha a gyermekét egyedül neveli, akkor a létminimum alatt él. Ez a magyar valóság, de úgy gondolom az egészségügyi szakdolgozók is hasonló. Elképesztően méltatlan. Főként annak tudatában, hogy a gyerekünket igényekkel a tanítónő felé engedjük el az iskolába, mint ahogy az egészségügyhöz is úgy fordulunk, hogy elvárjuk a méltó bánásmódot. Abszolút, és ugyanaz a helyzet, hogy nálunk a szakdolgozói bérek rendezésének folyamata igaz, hogy elkezdődött 2016-ban egy több lépcsős felzárkóztatási folyamattal, de ez ennek a mértéke a garantált bérminimumhoz közeledett mindig, és 2019 júliusa volt az első időpont, amikor egy kezdő ápoló, egy országos képzési jegyzékben bejegyzett ápoló elérte bérkiegészítéssel, kompenzációval a garantált bérminimum összegéhez közeli fizetési besorolást, és 2019 július 1 után indult el egy olyan folyamat, ami mondható jónak, hogy meghaladtuk, de ez nem elegendő, hiszen az egészségügyben foglalkoztatott az érettség után még további 2 vagy éppen 6 évet ott tanuló, további képzésekben ott tanuló kollégáknak az a fajta ellentételezés nem
elegendő, és nálunk is diplomás kollégák 200 000 forintnyi összeget, vagy ez alatti összeget visznek haza nettóban. Ez azt lehet mondani, hogy más ágazatokhoz képest nagyon elenyésző, és egyre inkább egy kontraszelektált jövő szakdolgozói társadalmát termeli ki az ágazatunk a szakképzés, illetve a felsőoktatás területéről is, hiszen a mai rendszerben megszűntek ugye azok a felvételi követelmények, és a hozott pontszámok lehet számon, és lehet látni az egészségtudományi területen általában nagyon közelít az a garantált alap felvételi pontszámhoz, a 280 pont körüli részhez. Tehát igazán egy viszonylag szerényebb képességű középiskolai végzettséggel is be lehet kerülni. Ez azt is jelenti, hogy azok mennek alapvetően ezt a szakmát megtanulni, akik máshova lehet, hogy fel sem vétettek? Nem mondanám ezt, mert hogy ugye ez egy teljesen más lelkületet kíván az oda jelentkező kollégáktól. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony a szakmai tudásuk mellett azonnak az empátiára, egyfajta segítő hitvallásra, segítő szakmá iránti elkötelezettségre szükség van, de egy bizonyos, hogy az a helyzet, hogy jól képzett legyen valaki, nagyon fontos, hogy jó alapokkal rendelkezzen a középiskolából, és ez nem mindig történt. Azt mondják meg nekem, mert hogy ugye azt értjük mindannyian, hogy a pénz az mennyire fontos, hát abból él mindenki, abból tartja el a családját. De csak a pénzről szól, amikor azt mondják, hogy nem hallja meg a szavukat a kormány. Mi van itt még? Nem, a működés feltételének megteremtése. GDP arányosan 2019 az utolsó költségvetési évnek az elszámolás alapján az oktatás 3,9%-ban részesült, ez 5,7%-ról ment le. Ez azt jelenti, hogy a kormány számára a közszolgáltatás nem alapvető cél, a megfelelő színvonal fenntartása, kivehető pénzt lát a közszolgáltatásba, és a közszolgáltatásban dolgozókat be is áraszta, és úgy gondolja, hogy a 2022-es választásokon az ő béremelésük nem hoz annyit a konyhára, hogy komolyabban foglalkozzon ezzel. Azt mondja, hogy ez választási kérdés? Egyértelműen. Hány pedagógus van ebben az országban? Akik az általános iskolában, óvodában és a középiskolában tanítanak, azok 143 000 vannak. Ez hát 100, azért az fontos szám. 170 000-ről ment le egyébként ez a szám. Az jellemző mondjuk. És egy 5 éven belül egy újabb 25 000-es létszámot el fogunk veszíteni. És elbírja ezt az oktatás? Szerintem már nem. Európában nálunk a legmagasabb a tanítással lekötött munkaidő. Oroszország taszított le erről a trónról, tehát tovább már nem feszíthető. És az is... látszik, hogy a táppénzes napok száma drasztikusan megemelkedett, most a járványtól eltekintett helyzetben. Tanított, ugye? Igen. Ha jól emlékszem, bár lehet, hogy butaságot fogok mondani, matekot. Igen, és földrajzot, meg informatikát is. Elmenne újra tanárnak? El. De ha ilyen a helyzet, akkor miért? Aki belekerült egy közegbe, egy millióbe, az nagyon nehezen szakadt ki. Azok a gyerekek, akik ott, én egy falusi kisiskolában tanítottam, én hihetetlen nagy, meg az orvossal hasonló megbecsülést kaptam az ottani falusi közösségtől. Én nagyon sokkal tartozom azoknak az embereknek. Ezek kiálltak, amikor a legnagyobb gondba voltam, legnagyobb bajba voltam, és odaálltak mellém. Ez egy, hát lehet hivatástudatnak is nevezni, de ez azt jelenti, hogy én ezeknek az embereknek nagyon sokkal tartozom. Ezzel a hivatástudattal él vagy él vissza a kormányzat? Lehet, hogy nem csak ez, lehet, hogy mindenkori, mert ugye mindig volt valami panasz teljes joggal, amióta a rendszerváltáson túl vagyunk. Azt lehet mondani, hogy a rendszerváltás előtt és a rendszerváltás után is ez a fajta hivatástudat ugyanúgy megvan a szakdolgozói és az orvos kollégákban is. Ez az, ami tartja életben az egészségügyet, és noha évek, évtizedek óta riogatják a mindenkori döntéshozókat, hogy összeomlik a rendszer, nem lesz utánpótlás, stb., de mégis él és tovább él, mert vannak olyan kollégák, akikkel még lehet még egyet csavarni, még egyet húzni, és amit itt az alelnök úr is említett, én úgy szoktam mondani, hogy az egészségügyi szakember egy kicsit ilyen addikcióban él, függőségben, és aki megérzi azt, hogy mit jelent gyógyítani, ápolni, gondozni, segíteni valakin,
és azt az érzületet megkapni, hogy mi történik akkor a betegek szemében belenézve, vagy éppen valakit az utolsó perceiben elkísérni a halálba, és megéli azt, hogy én voltam ott utoljára vele, az utolsó óráiban, vagy most Covid járvány idején voltak olyan idős emberek, akik 3-4-5 hónappal korábban látták a szerettüket, és azok az ápolók, azok a gondozók az egészségügyi ellátásban, a szociális ellátásban éltek velük együtt több héten, több hónapon keresztül. Ők voltak családjuk, vagy egy bentlakásos intézményben. Tehát egy egészségügyi, vagy egy szociális szakember teljesen más státuszba keveredik egy ilyen fajta típusú ellátásban, és ez az, ami őket hajtja. De ezt ki is használják, mert ebben a függőségben lehet tartani az ilyen kollégákat, és a másik, hogy minél inkább idősödünk, annál inkább vagyunk rugalmatlanok, és nem váltunk munkahelyet, és maradunk a régi kaptafánál, és csináljuk és végezzük. Sajnos demográfiai tendenciákat én is tudok mondani, a mi szakdolgozói karunk 25 és 40 éves kor között a legmobilabb, nagyon könnyedén tud az Európai Unió bármelyik tagországában pillanatok alatt és mennek is kapni, mennek is, mert hogy olyan uniós direktíva alá tartozik a mi képzésünk, ami alapján nagyon könnyű elhelyezkedni, és sokkal jobb pénzért. És ez megint itt sajnos pénzkérdés lesz, hogy mennyiből tud megélni egy fiatal pályakezdő, milyen egzisztenciát tud teremteni, hogyan tud előre haladni, lát-e jövőképet Magyarországon. Tehát egy pedagógusnál is, tehát pont az ön szakterületén matematikusnak nem feltétlenül kell mennie tanítani. Van más lehetősége is a piaci világban, és akkor mennyit fog keresni rögtön, hát vagy egy angol tanár, vagy más. De hát egy informatikus elmegy bankbiztonságba 10-szer, még ezt mondom, 10-szer annyit keres, mint egy pályakezdő, de azt is mondhatnánk, hogy egy pályakezdő pedagógus az 230 ezer forintot kap bruttóba, ez nagyjából 150 ezer nettó, és a diplomás átlagkereset az 360 ezer forint a pályakezdőknél. Az oktatási hivatal kimutatása. Ez felfoghatatlan, hogy egy pedagógus miért nem ér annyit, mint a diplomások átlaga. Mi lesz szombaton? Egy kiegészítés még a diplomásainkhoz, mert nálunk talán ez is egy nagyon sarkalatos fájdalom, a diplomás szakdolgozók. Közel 20 ezeren vagyunk, akik diplomával a birtokukban az egészségügy legkülönbözőbb területén teszik a dolgokat, képi diagnosztika, labor, védőnőség, népegészségügy, ápolás, gyógytorna, fizioterápia. A mi diplomásaink még kevesebbet érnek, és a legkevesebbet érik az egészségügyben. Tehát olyan diszkriminatív helyzetbe kerültek az új szolgálati jogviszonyban, hogy a nem egészségügyi diplomásokat az orvos és a gyógyszerész bérek kategóriájára emelték, míg az egészségügyben működő esetleg több diplomás szakdolgozóknak a bére alig tér el néhány tízezer forinttal a nem diplomásokétól, és ez megint egy rossz jövőképet mutat. Értem, hogy lesz mit mondaniuk szombaton. 10-kor? 10-kor szombaton. Nagyon sok kollega jelezte vissza személyesen részvételét, elektronikusan, interneten. Nagyon sok kollega jön az ország legkülönbözőbb részéről, busszal, vagy éppen magánúton. De van olyan is, aki megírta, hogy nyaralok, de erre az egy napra eljövök Budapestre, mert veletek szeretnék lenni. Ezek azok a momentumok, ami bizakodásra adhatnak okot, és arra, hogy leülnek végre tárgyalóasztalhoz, megértik, amit mi mondunk, és hathatós intézkedések, mielőbbi átgondolt intézkedések születhetnek. Vonulásos lesz a megmozdulás, vagy egy helyben beszédek? Egy helyben. Egy statikus rendezvényt fogunk ott biztosítani, hiszen azt gondolom, hogy a vonulásos rendezvénynek sok-sok nehézsége volt, és mi szerettük volna ezt július hónapban megteremteni. El kell mondanom, hogy nagyon nehezen tudtuk megszervezni, hiszen az egész ötlet még tavaly ősszel fogalmazódott meg, de a járványügyi intézkedések és az egyéb bokros teendők az egészségügyi dolgozók szempontjából csak június után engedték meg, hogy így összegyűjjünk, és ezért kerestünk olyan helyszínt. Először Csarnokba szerettünk volna összegyűlni, de sajnos sehol nem fogadtak be minket, sehol nem volt szabad ez időtájt egy 5-4-5 ezer fős csoportosulásra helység, és ezért döntöttünk, hogy a magyar egészségügy hőseit a Hősök terére várjuk. Szimbolikus kép, meg szimbolikus jelentéssel, de szeretnénk megköszönni és megemlékezni azokról a kollégákról, akik az egészségügyben vagy éppen az oktatásban életüket veszítették.
az egészségügyi területnek bőven van sajnos áldozata. Én azért meg annyit hagyj tegyek már az elhangzottakhoz, bár ez nem kamarai feladat, mint szakszervezeti vezető, én nagyon szeretném ösztönözni az összes közszolgálatot ellátó szakszervezetet, illetve az ottani munkavállalókat, ha a kormány tovább folytatja a közszolgáltatások kiürítését és alulfinanszírozását, akkor igenis össze kell fognunk, és egy határozottabb nyomásgyakorlást kell alkalmazni a kormány felé, hogy a megfelelő... Ez alatt mit ért? Amikor a szakszervezeti konfederációk megállapodnak, ez majd az ő feladatuk lesz, remélem, hogy meg tudnak állapodni, és el tudunk mozdulni abba, hogy közös megmozdulást és tiltakozások legyenek a kormány felé, hogy érezzék azt, hogy azért nem szétszórtak, megosztottak és egymással szembefordítottak. Akkor tekinthetjük ezt úgy, mint egy első figyelmeztetést a kormány irányába, pedig már nem is az első, hanyadik, ki tudja már. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, Balogh Zoltánnak és Totyik Tamásnak. Szombaton sokan ott lesznek, remélek. Bízunk benne. Bízunk benne.